akkor most jó estét kívánunk mindenkinek. Az erő telefonokat eltaposni. Enyém itt sincs. A kiadott műsortól eltérően nem a meteor záporokról és a meteor viharokról volt, lesz most szó. Az eredő változatlan, a téma változott, ugyanis közben nem is tudom, hogy fordítsam magyarul a Lovejoy-t, inkább nem fordítom le. Tehát a Lovejoy üstökös hirtelen a nagy semmiből megjelent, és mindenféle kalamajkákat fog csinálni az égbolton, amit a téma szakértője is hozzáértője fogja majd nekünk elmesélni. Abszolút semmi köze nincs hozzá, de itt a kezemben van a Pizza Univerzum nevű pizzázónak a étlapja, vagy a reklámja, amit Lillától kaptam. Telesto, van ilyen kis bolygó? Igen, az egy vagy hold, nem egy Saturnus hold a Telesto. Hold. Proteus, az is? Az is hold. Uranus? Uranus-i? Talán Uranus. Uranus-i? Tudja valaki? Mellé van írva. Mellé van írva, tejfölös. Gőzgombóc, olyan nincs. De nem rossz kis bolygó név. De aztán utána van egy csomó. Csak meg kell indokolni. Pán, Pandora, Nimas, Enceladus, Tetis, Calypso, Janus. Ezek mind holdak. De ezek a pincérnők, vagy ez mi? Nem, pizzák. Ja, ez a pizzák most mondtam, a neve. Tessék bejönni. Titán, a sonka és kukorica, a Hyperion. Jövő héten lesz egyébként a Titán előadás. Micsoda a Hyperion? Igen, tessék parancsolni. Sonka gomba. A káron az szalámi gomba, hagyma, csípős valami. És én puskáztam, a Lilla mondta azt, hogy melyik a legdrágább, az Orion? Igen. Az hol van? Ez a másik lapom. A másikon, a másikon. Napi menü. Taurus, Sirius, Orion. Milyen hát ezt nem is lehet elolvasni. De valami piszakról, aranyból van. 6900 forint egy 5 cm átmérő Orion pizza. Csak a poén kedvéért mondom. Az egészet az október 23-a utca 27-ben van ez a intézmény. Szerintem a közülést oda kínált hétnél közelebb. Van Phobos is. Plutó, hát hosszúval érják, hát megőrülök. Atlas, Léda, Vénusz, Mars, Saturnus, Adrastea, ez nem Adrastea. Japetus, Phobos, Plutó, Kallisztó, hát Larissa, ez nagyon vicces. Deimos, Dione, Prometheus, Jupiter, Uranus. Kívánság pizza pedig a hold, három kívánság. Egyre éhesebb vagyok. Na a lényeg az, hogy megjelent a csillagászati évkönyv, aki befizeti a tagdíját itt a helyszínen, az azonnal megkapja a kezébe. Aki december 5-ig befizette, az annak a példányi már úton vannak, mind a 720 darabot ma adtam fel. Akik azóta fizettek átutalással vagy csekkel, azoké pedig folyamatosan lesznek kiküldve. Tehát szerintem érthetően elmondta, hogy mi a helyzet. Átadom a szót. Köszönöm szépen. Ide? Kimehetsz. Én most átadjuk a Hír TV-re, de majd jövök vissza. Hát sok szeretettel köszöntek mindenkit. Lelkesedni fogok, úgyhogy lehet, hogy kicsit össze-vissza fogok beszélni, de remélem a végén kisül valami értelmes, ugyanis a műsorváltozásnak nagyon komoly oka van. Az egyik, hogy hónapokkal ezelőtt találtam ki, hogy ezt az előadást én el fogom mondani, nem ezt, hanem a meteor kitöréseset, ugyanis ugye október 9-én volt egy Draconida meteor kitörés, ha ki emlékszik már arra, milyen régen volt, és akkor azért lelkesedtem, és akkor kitaláltam, hogy majd itt akkor beszélek a meteor kitörésekről, hogy mi várható, hogy mind. Most meg kell mondanom, vibrál a kép. Meg kell mondanom őszintén, hogy én teljesen véletlen múlt csütörtökön szembesültem azzal a Polaris honlapon, hogy én itt kedden elő fogok adni, és eléggé megrettentem a monitor előtt ülve. De hamar rájöttem, hogy én nem a meteor kitörésekről akarok beszélni, hanem erről a fantasztikus, látványos, gyönyörű szép üstökösről, ami itt a képen látszik, nem tudom, látja valaki egyáltalán. Itt középen ez a kis ködös foltocska, alig különbözően a csillagoktól, ez az üstökös, most a legfrissebb reménységünk, erre, hát én biztos erre vártam legalább 20 éve, de biztos, hogy van olyan csillagász, aki erre várt
41 éve, 1970 óta erre a kis pöszmétére, mert hogy az üstökös valami olyat tud, amit 41 éve egyik másik sem tud, hiába találtak azóta több százat. November 27-én ez a jósvádájú ausztrál úriember fedezte föl, ő Terry Lovejoy, immár a harmadik üstökösét, 2007-ben talált még ezekkel a teleobjektívekkel, gyors egymás utánban két üstököst, azóta hiába kutatott, és fejlesztett egy 20 cm-es mitkasszegrény kis tubusra, C8, mindenki ismeri, föltette egy nagy formátumú CCD-t, és 4,5 négyzetfokos látómezővel kutat üstökösök után, és november 27-én végre szerencse koronázta Csiker koronázta a próbálkozásait, és felfedezte ezt a kis icipicike kis foltocskát. Ami itt ugyan icipicike, de amit tud, az itt látható ezen az ábrán, a naprendszer belső része, és itt a Lovejoy üstökösnek a pályája most itt van, nem már kicsit itt van följebb, mert ez ma reggel van, és itt, figyeld, ez a Merkurnak a pályája. És itt majdnem eléri a napot, ugyanis ez egy napsúroló üstökös. Egy nagyon különös üstökössel tartozik, 120 ezer kilométerrel fog elrepülni a nap látható felszíne felett. Tehát 120 ezer kilométerrel, ugye ez a Föld-hold távolságnak mindössze az 1/3. Több ezer fokos környezetben, ugye nem csoda, hogy ezeket napsúroló üstökösöknek hívják. Ez 16-án fog bekövetkezni, mondanám, hogy 3 nap múlva, de valójában már alig több, mint 2, mert 16-án hajnali 1:30-kor fogja súrolni a napot ez az üstökös, hát persze nálunk nagy éjszaka van, a Föld másik felén a Csendes-óceán térségéből lesz látható. Utoljára ilyen üstököst, ami ennyire megközelíti a napot, 1970-ben találtunk. Innen van a 41 év, de miért vártuk? Honnan tudtuk, hogy lesz megint? Erről szeretnék beszélni, hogy mit várunk ettől az üstököstől, miért roppant lelkes mindenki, és hogy miért kell figyelni az égboltot a következő években rendkívül erőteljesen. Nem szoktam ilyet, de azt terveztem, hogyha nem kavarodok bele a papírjaimba, akkor közben olvasgatni is fogok, nem tudom, hogy fog sikerülni, pláne, hogy angolból fogok fordítani. Miért szeretjük ezeket a napsúroló üstökösöket? Hát például ezért szeretjük ezeket a napsúroló üstökösöket. Ez itt a táj, bokor, tó, nem Katalin, hanem csak simán, tó, templomtorony, csillagok, ez pedig itt egy üstökös. Tehát nem egy diszkólámpa, nem egy reflektor, pláne, hogy 1843 tavaszát írjuk, hanem ez bizony a horizontból kiálló üstökös csóva, amelyik 100 fok hosszúságot ért el. Egyszer csak egy ilyen tűnt fel 1843-ban. Február 5-én figyelték meg először az üstököst, és április 3-áig, tehát 2 hónapon keresztül látott szabad szemmel folyamatosan. Ugye február 5-én vették észre, ez esti igen olyan 3-4 magnitúdós volt, ugye, mint a delfinnek a csillagja, tehát így fedezték fel egyből 3-4 magnitúdós. Nagyon gyorsan mozgott, és a nap közelségének az időpontjában, amikor szintén itt súrolta a napot, 1843. február 27-én a nappali égbolton, a kék égen lehetett látni az üstököst, kitakarta az ember a napot, és olyan -6, -8 magnitúdós, tehát ez a Vénusz és a telehold között félúton, fényességű, 3 fok hosszú, tehát nagyon hosszú, egy ilyen kis sárgás-fehér kis rúdot, így a nap mellett, 1 fokra a naptól látszott az égbolton, mindenféle optikai segédeszköz nélkül. Tehát egy nappali égen látható üstökös volt. Március elején, hogy elkezdett távolodni a naptól, a csökkent a fényessége 1-2 magnitúdóra, nagyjából ezt az állapotot látjuk, a csóva hossza viszont elérte a 35-40 fokot, az ekkora, az nagyon nagy, majd ahogy távolodott tovább, a naptól 45, majd 65 fokos csóvát növesztett. Tehát egy ilyen fantasztikus üstökös, itt látható, ez furi, mert ez nem az a kép, de mégis ugyanarról a tájról készült. Csak fordítva van.
Ugye itt is látható, hogy a horizont alatt van az istökösnek a feje, és egy hatalmas, alig csökkenő fényességű, egészen fantasztikus, csodálatos látvány lehetett. Ez az első üstökös, amiről biztosan tudjuk, hogy ilyen napsúroló volt. Itt, hogy legyen egy kis méretarány, ugye ez Párizs, az akkori Párizs van ezen a metszeten, és ezt egy csillagász rajzolhatta, mert hogy ezen nagyon szépen felismerhető az Orion csillagkép, meg a bikának a feje, és akkor ebből nagyjából az üstökös méreteire is lehet következtetni. Tehát így át az Orion alatt. Fantasztikus égitest volt, eltávolodott a naptól, és aztán délfelé vette az irányt, és ez már Ausztráliából, pontosabban Tasmániából készült rajz, gyakorlatilag a nappali világos égen egy kis csillagszerű, fénylő, a Vénusznál sokkal fényesebben fény, ugye nagyon nehéz ezt érzékeltetni, mert ugye azt mondjuk, hogy a telehold és a Vénusz között van a mínusz 8 magnitúdó, ugye a telehold az mínusz 12 magnitúdós, de a telehold az ilyen nagy. Ugye próbáljuk, amit nem lehet képzeletben, összehúzni ezt egy picike néhány ívperces pontba. Tehát vakít, rikít az égen, ilyen kis sárga, iszonyatosan izzik az üstököseknek a magja. Nem véletlen, hiszen 1000 fok fölött van a hőmérséklet a felszínükön. Ugye mindig azt mondják, hogy az üstökösök olyan égitestek, amelyek ugye kisbolygók, de vannak benne illó anyagok, és akkor a napsugárzás hatására a gázok, széndioxid, szénmonoxid, víz elkezd párologni, és ez okozza ugye a csóvát létrehozni, és aztán ez a kiragadja a porszemeket, és az üstökös magjából, és akkor ez hozza létre a porcsóvát. Csak hogy 0,1 csillagászati egységen belül, tehát 15 millió kilométeren belül már a szilikát szemcsék is elkezdenek párologni. Tehát nem, hogy a jegek elkezdenek, hanem maga a kő, a porszemek elkezdenek elpárologni, és azok hozzák létre ezt az iszonyatos, gyönyörű, fényességű csóvát. A valaha megfigyelt leghosszabb csóvaméretet produkálta, maga az ábra az el van rontva, ja nem, de nincsen rontva, ugye 200 millió mérföld, átszámítva 300 millió kilométer hosszú volt ez a szilikát pára csóvája, ez ugye a Föld pálya átmérőjével vetekszik. Tehát a naptól bőven a Marson túlér egy ilyen hosszú üstökös csóva. Fantasztikus látvány nyújtott 1843-ban. Elment, eltűnt, ugye jöttek még mindenféle fényes üstökösök, majd a szintén a déli féltekéről, ennek sajnos van jelentősége, a távirat, a közélmények, cikkek jöttek, ugye, hogy ilyen Ausztráliába hajózó, ugye, Afrikát délre meg déli féltekén lévő hajók egy ilyen, hát ez megint csak nem világító torony, hát gyakorlatilag ugye a horizontból kiálló durungot. Láttak, 1880-at írunk, tehát eltelt néhány évtized, a nagy déli üstökös jelent meg akkor, és ez csak a déli féltekéről látszott, itt épp a Melbourne-i nagyközönség nézi a Melbourne-i csillagvizsgálóból, itt is a tereptárgyak az mért, hogy lehet nézni, nagyon picike csillagszerű fej, és abból rendkívül hosszú, de nem túl széles csóva áll ki 1880-ban. Ez sokkal rövidebb ideig, január 31-e és február 15-e között látott a déli féltekéről. Először a horizontból kiálló durungot vettek észre, és a fej az csak később távolodott el a naptól. 40 fok hosszú csóvája volt, és 3 magnitúdós volt az üstökösnek a feje. Tehát ez nem volt annyira látványos, nem látszott olyan hosszú ideig, de ennek is borzalmasan azt mondhatni, hogy a 3 magnitúdós fejhez képest aránytalanul hosszú csóvája volt. Ugye 1880-at írunk. Hát ezek gyönyörű, gyönyörű évek, évtizedek lehettek ebbe az időszakba, a 19. század második felébe rendkívül sok fényes üstökös volt, de a következő érdekes, az nem volt olyan nagyon fényes, és valójában másfél percig látta az emberiség ezt az üstököst, másfél perc adott meg nekünk az életé, hogy megfigyeljük, ugyanis az 1882. május 17-i napfogyatkozás alatt tűnt fel ez az üstökös. Egyiptomból volt látható a folyatkozás, ugye szépen a hold, a napfogyatkozás elé került, és nem csak egy-két fényes csillag meg a Vénusz jelent meg, hanem egy szép, hajlott csóvájú üstökös is látszott a napfogyatkozás perceiben a nap mellett, és ma úgy gondoljuk, bár csak másfél
percig volt látható, több rajz is készült, hogy az expedíciók, amelyek Európából elindultak erre a tájékra, lerajzolták, hogy több rajz is készült. Ma úgy gondoljuk, hogy ez is épp egy pont a napfogyatkozás idején a nap közelségét elérő, ilyen nagyon-nagyon fényes üstökös volt. Ma már nem csodálkozunk, hogy ez akkoriban látszott, ugyanis néhány hónappal később, 1882. májusát írjuk, 1882. szeptemberében feltűnt az írott történelem legfényesebb üstököse az égbolton. Itt ugye nem kell részletezni, az egyiptomi, szinte egyiptomi kész, hogy a piramisoknál látható az üstökös feje, a rajzoló jó érzékkel még a mocsáron tükröződő fényét is megrajzolta ennek az üstökösnek. Szintén egy napsúroló égitest volt, ugye 1880, hogyha 82, alig 2 évet kellett várni, hogy ez az égitest megjelesen. Nagy déli üstökös, igen, nagy szeptemberi üstökösnek hívták, szeptembertől február közepéig. Feb. 5 hónapon keresztül látszott szabad szemmel az üstökös. Nem csávosul, hanem szabad szemmel. Szeptember 17-én ért el a nap közelpontját, de már szeptember 7-én és 8-án látszott, mint 2 magnitúdó fényességű üstökös. Nagyon közeledett a naphoz, és szeptember 13-án, tehát 5 nappal a nap közelsége előtt, már -2 magnitúdóval, Jupiter fényességével fényesedett, és 12 fok hosszú csóvája volt. A szeptember 17-i napközelség idején könnyedén látszott a déli órákban szabad szemmel, kevesebb, mint 1 fokra a naptól. A becsült fényessége a leírások és a minden alapján -17 magnitúdó, tehát a hold és a nap között valahol lehetett az üstökösnek a fényessége, és 3 fok hosszú csóvát lehetett látni szintén a nappali kék égen szabad szemmel. Tehát így néz ki egy igazán látványos fényes üstökös. 1 hétig látszott a nappali égen, tehát nem néhány órát, nem egy napot, hanem 1 héten keresztül lehetett csak a nappali égen látni, addig olyan nagyon fényes volt, és utána persze, mikor előjött az esti égen, eltávolodott a naptól, ilyen fantasztikus rajzok készültek, hát csodájára járt a nép, szintén 30-40-50 fok hosszúságú csóva, és ez volt az üstökös, amely fényessége okán az első fotográfiák készültek. Tehát ugye 1882 fotográfia feltalálták, rólamosan fejlődik, és erről sikerült az első fényképeket készíteni, és ami nagyon fontos, hogy távcsővel észlelve megfigyelték, hogy a napközelség után az üstökösnek a magja 4 részre hasad. Tehát az egy kis csillogó kis pöttyből 4 különböző részlet, majd hamarosan még 2 kisebb darabot megfigyeltek. Végül mielőtt végleg eltűnt volna, hónapokkal később a szemünk elől, nagyobb távcsövekkel, ugye átkerült már az éjszakai égre, több tucat apró kis üstökös darabkát figyeltek meg a szétesés környékén. Magyarán, hogy az üstökös elhatt a nap mellett, a nap hatalmas sugárözőne hatására, és az a hatalmas anyag kibocsátás miatt földarabolódott, szétesett. Ugye tudjuk, hogy az üstökösök azok osztódással szaporodnak. Már régóta. Na de még mindig nem volt vége, 1880, 1882, van még egy szép fotó, 1887, már csak 5 évet kellett várni, újra nagy fényes égi durung jelent meg az égbolton. Ez csak 12 napon át volt látható, tehát ez picike volt. Elnézést kérek. Picike volt, a fej nélküli csodának hívták, gyakorlatilag egy horrorfilm címje is lehetne, hogy a fej nélküli lovas, a fej nélküli portás, vagy ilyesmi. Ugyanis tulajdonképpen egy sáv volt az égen. Feltűnt egy ilyen 20 fok nagy durung, egy ilyen fénycsík, de a végén, ahol az üstökös fejének kellett lenni, nem volt semmi. Csak egy ilyen kis csík ment az égen és elhalványodott, de a mozgás alapján ezt is egy napsoroló üstökösnek tekintjük, csak kisebb, mint a többi. Tehát ezek ilyen nagyon furcsa állatfajta, vannak ilyen bazinagyok, vannak olyan többé-kevésbé, meg vannak olyanok, amelyek csak napfogyatkozás alatt látszanak. Tehát ez egy család, egy üstökös család, amelyek nagyon-nagyon hasonló pályán járnak a nap körül. Nagy-nagy szerencsétlenség az északi féltekén élőknek. Jaj, pedig ezt nem akarom megmutatni még.
hogy ezek az üstökösöknek olyan a pályahelyzete, sajnos, hogy délfelől közelítik meg a napot. Oké, értem én. Délfelől közelítik meg a napot, itt most kizumolok. Hát innen az üstökös, a kék, innen mélyen délről érkezik, följönnek, mindegyik ugyanolyan pályán jár, és szépen egy kicsit északra kerülnek a naptól, itt megkerül, és aztán újra mennek le a déli égre nagyjából. Ezért van az, hogy Melbourneből, déli hajó útról, és ilyesmi helyekről látod, Egyiptom, tehát nincs mondjuk itt a Norvégiából, vagy északabbi helyekről, persze vannak kivételek. Hát már olyan a pályahelyzete, hogy délről közelítik meg a napot, és ugye, mint látható volt az 1882-es üstökösnél, szétdarabolódnak. Ugye nyilván ezek az egymás után következő darabok egy korábbi ilyen szétdarabolás események. Tehát itt egy olyan üstökössel van dolgunk, amelyik kering a nap körül, a számítások szerint valahol 500 és 1000 év között van, tehát nem is olyan vészesen hosszú, ugye ismerünk üstökösket 100 000 éves keringés időben, de ez nem olyan vészesen hosszú idő alatt kerüli meg egyszer a napot, és nyilvánvalóan már régóta korábban is megfigyelhető volt. Úgy gondoljuk ma, hogy ez egy legalább 100 km átmérőjű szilárd üstökös maga, tehát ez nagyon nagy. Ez nagyon nagy, amit megfigyeltünk valaha legnagyobbat, a Hale-Bopp üstökösnek a magja, az is csak 40 km átmérője. Tehát egy 100 kilométeres égítés lehetett, és biztos, hogy már évezredek óta kering a nap körül, és most az életének egy ilyen aprócska szakaszát láthatjuk. 1887, ugye akkor látszott az üstökös, ezután nagy csend. Évtizedekig nem, látszott, voltak fényes üstökösök, de ebből a családból nem jelent meg egy másik sem, egészen 1945-ig. Viszont az 1945-ös üstökös, az gyakorlatilag senki nem látta, ugyanis mindössze 4 darab fotográfián szerepel, amelyek Dél-Afrikából készültek. Egy Daniel de Toa nevű dél-afrikai csillagász fotózta le, még távol a naptól, ilyen 14-15 magnitudos, olyan kis foltocska, amit láttunk. Utána nyilván ott háborús helyzet is volt minden, senki nem számolt be róla, nem láttak meg a nappal égen ilyen fényes üstököst. Hát ez valami félúton lehetett ezek között a nagyok, meg a napfogyatkozás között. Tehát jöttek ezek az üstökösök, még nem hosszú várakozás után, 1963-ban ismét feltűnt egy napsuroló, itt látod egy nagy teljes égbolt fotográfia, déli égbolt csillagai, és megint a szokásos kép, gyakorlatilag csillagszerű, fényesen ragyogó mag, és egy iszonyatosan hosszú, fényes, nagyon furcsa, hogy szinte nem is csökken az üstökös csóva felületi fényessége, nem is csökken, ahogy távolodunk a fejtől, és én 30-40 fok hosszú csóvát növesztett ez az üstökös. Nem volt túl fényes, olyan 2-3 magnitúdos, de hát találtam ezt egy argentin csillagász, volt ez a Pereira, aki felfedezte. Itt van róla egy kép. Hát ugye az ember a sztereotípiák rabja, de hát ugye Dél-Amerika, Argentina, tehát egy kolumbiai drogbárót szerintem teljesen. Az ember, tömött bajusz, ilyen vastag keretes szemüveg, pont így képzeli az ember Pablo Escobart. Egy titkos CIA fotón, ez a csillagász kinéz, itt van róla még egy felvétel, tehát 1963-ban ismét sikerült a Földről felfedezni egy ilyen üstököst, és ahogy ezek után várjuk, nem is kellett ugye sokat várni, mindössze 2 évet, hogy feltűnjön az emberiség történetének második legfényesebb üstököse, ami hogy nem, ismét egy ilyen napsuroló üstökös volt, melyet Kreutz-féle napsurolók üstökösök családját ismerünk, ugyanis egy Kreutz nevű német csillagász 1888-ban, ugye a nagy 1800-as években üstökös zápor után jött rá arra, hogy ezek a 80-as, 82-es, 87-es, meg a 43-as üstökös összetartoznak, de nem ugyanannak az üstökösnek a visszatérései, hanem ez egy üstökös család. És azt is megmondta, a pályákat sikerült kiszámolni, és kiderült ez a néhány száz éves keringési idő, hogy szerinte 1106-ban lehetett itt az üstökös, akkor lehetett az előző visszatérése, és ezt ma több mint 100 év után is helytállónak tekintjük. Úgy gondoljuk, hogy ennek a nagy üstökös rohamnak, ami mostanában van, ez 1106-ban lehetett megfigyelni. Ugye elég zűrös időszak, 1106, 1000 évvel ezelőtt volt, mégis rengeteg feljegyzésünk van. Gyakorlatilag Kína, Korea, Európa,
arabok, Amerikában, az indiánoknál lehet találni feljegyzéseket. Ez egy rendkívüli fényes üstökös volt 1106-ban. Még azt is meg lehetett figyelni, ugye nyilván távcsöves észlelés szó se lehet, hogy ketté válik az üstökös, osztódásra szaporodik, és a két üstökös kicsit külön pályán mozog tovább. És hogy egy merre lehet a két üstökös, az egyik fele, meg a darabok visszajöttek 1800-as évek végén, a másik pedig visszajött 1960-as évek közepén, íme az IKEA Szeki üstökös. Most van az, hogy elkeveredtem a papírja. Igen. Ugye két japán üstökös vadász fedez föl. Auré bácsi, te láttad. Milyen volt? Szép. Hát látom, de hogy ez eljutott, mert ugye ezekkel az a baj, hogy föltűnnek, és nagyon gyorsan elérik a napközelpontjukat, és hát talán mindenki nem tudja, de én tisztán emlékszem rá, hogy még a 90-es vagy 80-as években is ugye a vasfüggönyön 2-3 hét volt, mire átjött egy információ. És hogy láttad, mikor láttad? Nappal vagy már csak? Fantasztikus. Hát lehetett is, a 20. század legfényesebb üstököse. Szeptember 18-án fedezték föl, és egy hónapig még közeledett a naphoz. Október 15-én két magnitúdós volt, tehát 6 nappal a napközelség előtt, 10 fok hosszú csóvával. A napközelség idején, természetesen nálunk éjszaka volt, Japánban lehetett látni, szintén a fényes nappali égen, a kék égbolton lehetett látni, csak ki kell takarni a napot, és így kb. Mínusz 15 magnitúdról becsült, kis... És tőle is látszott? Olyannyira, hogy ez nem egy napfogyatkozás, hanem ugye akkor a létező naptávcsövek, koronagráfok, földi koronagráfok, tehát tudom, mintha csinálnánk egy ilyen fotót a mondjuk a debreceni távcsővel, és akkor itt látszana mellette, egy üstökös, szép kis görbő csóval, mínusz 15 magnitúdóval, hát szépen lehetett látni a Földről, le is lehetett fotózni, ahogy elhalad a nap mellett, ugye ott van kitakarva, szépen a csóva anyaga nem is bírja ugye követni, hogy a naptól átellenes irányt teljesen megtörik, ugyanis ebben az időszakban az üstökösök ugye a nap közelben kb. 200 km per szekundumos sebességgel haladnak, 720 ezer kilométer per óra. Tehát nem ezerrel megy az üstökös, hanem 720 ezerrel tévnek, hogy iszonyatos sebességgel kell mozogni, hogy ne zuhanjanak bele a napba. Mert szintén egy ilyen fantasztikus üstökös, és hát amikor átért, ugye elkezdett távolodni a naptól, fantasztikus, ugye 65-ben már profi fotótechnika, fantasztikus felvételek készültek, 50-60 fokos csóva, mint egy ilyen tűhegy, egy ilyen lágnyelv, ilyen fantasztikus spirális csavarok, olyan, mintha egy föl lenne tekerve az üstökös csóvájának a vége, egészen különleges szerkezet, rendkívül sok felvétel készül az üstökösről. Szerencsére ez néhány napig látszott az északi féltekéről, hogy Japánból, Kaliforniából, ilyen helyekről, az remek őszi időben nagyon sok szép felvétel készült, de ugye látjuk, hogy itt is mindig az alkonypírban látszanak ezek az üstökösök. Itt is immár halványodva, itt is látszik, hogy eltűnik már az üstökösnek a fényes magja, sőt, mintha itt kicsit hátrébb lenne tolódva, és nagy csóva, ennél az üstökösnél is megfigyelték, hogy szétesett több darabja a magja, tehát ismét egy darabolódás eseménynek lették szemtani, és akkor szépen halványult a fej, miközben a csóva ugyanolyan fényesnek látszott. Nagyon furcsa, nagyon jó lenne. Ugye ezek az ember ismeri, fiatal korában olvas ezekről minden, ez ilyen előzmények után nem csoda, hogy aki szereti az üstököseket, vagy akár a csillagászatot, az várja egész életében, hogy jöjjön egyszer még egy ilyen üstökös, mert ezek valami fantasztikus, a leggyönyörűbbek az üstökös észleléseknek a történetében. És ugye, hogy teljes legyen a kép, természetesen nem volt elég. 1965-ben, 1970-ben White Ortiz Bolelli nevű üstökös tűnt föl, szintén egy apróság, ugye nagyon érdekes, 80-ban egy kisebb, 82-ben a nagy, 87-ben egy kisebb, 63-ban egy kisebb, 65-ben egy nagy, 70-ben egy kisebb. Tehát szépen van egy ilyen, vagyon egy nagy bazi darab, és akkor körülöttenek szét vannak szorva az apróságok. Ez egy nagyon érdekes üstökös, felfedezése mindenképpen ennek a White Ortiz Bolelli üstökösnek. Ugye ez jó sok neve van, 3,
Nekem meg jó sok papírom van, több mint három, és nem találom a White Ortiz Bolelli istökösnek a történetét, úgyhogy kénytelen leszek elmondani fejből. Ah, megvan. Itt láthatod a kép, ez a Vénusz. Egy hajnali felületen, déli égről készült Chiléből. Ugye a megjelenést a szinte ismerősként üdvözöljük. Május 18-án tűnt fel az égen, 1970-ben, és először csillagász, amatőrcsillagász fedezte fel új Dél-Westből, jelentette a felfedezését, etc. Néhány nap történt, amíg megerősítették. Kb. Olyan 0 plusz 1 magnitúdos volt az üstökösnek a feje, és olyan 10-15 fok hosszú csóvát növesztett. Na de a második felfedező, ez a bizonyos Ortiz, ez egy Air France személyszállító gépnek a pilótája volt, aki épp az Indiai-óceán felett repült, repültek valahol Franciaországba, éjszaka repültek, és egyszer csak látja maga előtt a hajnalodó égen, hogy hopp, kiáll egy 15 fok nagy, hosszú, fényes durung a horizontból. Ez volt az üstökös, úgyhogy két olyan üstökös van, amelyet repülőgépről feleztek föl, azok közül ez az egyik, ez a White Ortiz Bolelli nevű üstökös, tehát egy pilóta látta meg elsőként. Szokásos, nem látszott túl hosszú ideig, néhány hétig lehetett csak megfigyelni, tehát megint ez egy apróság volt. És itt vége szakadt 1970-ben a sorozatnak, azóta egészen mostanáig a Föld felszínéről nem sikerült ilyen napsuroló üstököst megfigyelni, egészen ez év november 27-éig, amikor ez a Lovejoy nevű ember felfedezte az üstököst, ugyanis a mozgásából nagyon hamar kiderült az, hogy ismét sikerült találni ilyen napsuroló üstököst, egy aprócskát, de mégiscsak napsuroló. Na de az elmúlt 41 évben mégiscsak történtek még dolgok, ugyanis elkezdődött az űrkutatás és fejlődött, és a 70-es években a hadseregnek már voltak olyan eszközei, amelyekkel az űrbe tudott juttatni koronagráfokat, magyarul napmegfigyelő szondákat. 1978-ban fel is bocsájtottak egy ilyen titkos katonai műholdat, amelyik a napot figyelte, és sok-sok évvel később, mikor már leesett, és nem is volt annyira titkos, meg katonai se, meg már az összes orosz kémet lefülelték vele, akkor publikussá tették a képeit, és kiderült, hogy ennek az űrszondának az 1979-es képein van egy napsuroló üstökös. Szépen látszik, hogy megközelíti a napot, ugye ez itt a kitakarjuk a napot, ezen a képen már visszarajzolták a méretét, és szépen eltűnik a nap mögött, de a túloldalt már nem jön ki. Tehát teljesen megsemmisül, ez egyáltalán nem látszott a Föld felszínéről, közvetlenül a nap közelében néhány tízezer vagy százezer, inkább néhány 10 millió kilométer a nap közelében fényesedett föl, és a nap közelében is csak -1, -2 magnitúdós volt. Tehát ezt nem látta senki, ez volt 1979-ben, és 1985-ig működött ez a műhold, és több ilyen napsuroló üstököst is sikerült felfedezni, amelyek a Földről nem láthattak, viszont picikék, halványak. Magyarán látjuk azokat a törmelékeket, amelyek nyilván az üstökös szétesésekor széthullanak a pályán, és kiderült, hogy gyakorlatilag egy folyamatos anyagáram van ezen a pálya mentén, ezen ugyanolyan pályán mozognak egy ilyen tórusz alakba, egy nagyon régi szétdarabolódott üstökös, vannak benne nyilván kevés nagyobb darab, és ahogy egyre kisebbek vannak, egy gyakorlatilag egy meteor áramlattal van dolgunk, ami a földpályát nem keresztezi, viszont a nap közelében annyira felizzanak ezek a darabok, hogy ilyen 5-10 méter, mint ez a terem, akkora méretű kis repesz darabok, és képesek megfigyelni ezek a napkutató szondák. Ez egy borzalmasan érdekes üstökös család, folyamatosan látjuk a darabokat. Ugye leesett ez a műhold, de 1986-ban talán jött a következő, a Solar Maximum Mission nevű a nap maximumra tervezett űrszonda, szintén talált 10-valahány darab, azt hiszem 16 darab ilyen üstököst, kb. 6-7 év alatt. Egyik se látszott a Föld felszínéről, de mindegyik ebbe a Kreutz típusú, vagy Kreutz típusú napsuroló családba tartozott, szépen megközelítették a napot, néhányszor 10 évpercre, egyenes csóva, meg minden, és aztán pedig szépen eltűntek. És ugye az utóbbi években, most már épp most volt 16 éves, 1995-ben föllőtték a SOHO nevű űrszondát, nagyon fejlett koronagráf, nagyon fejlett detektorokkal, nyilván fejlődik a technika.
ami aztán valami egészen nagy üstökös áradatot zúdított ránk, úgy értem, már nagyon klassz animációk is láthatunk, jelenleg 2000 fölött van. Az elmúlt 16 évben több mint 2000 darab ilyen napsoroló üstököst figyelt meg ez a szonda, tehát folyamatosan jönnek, de mindegyiknek a sajátossága, hogy nem látszik a Földről egyik sem, tehát ezek nagyon picikék, és látható, ahogy ugye nagyon fényesen izzik közepén, aztán szétfoszlik, és mielőtt elérni a napközelséget, egy ilyen szellemként teljesen szétfoszlik az üstökös, tehát ezek ilyen törpe napsúrolók, úgy hívják őket, nagyon-nagyon picike darabok, és rengeteg van belőlük. És az, hogy itt vannak, tehát még van ez a törmelék, ez nagyon nagy bizakodásra ad okot. De ám nem mindegyik ilyen látványos, tehát ez egy nagyobb volt, amelyik így szétporlat, ott a nap mérete, ez is például egy napsúroló üstökös, ez az 1-2 pixel. Tehát ilyen 6-7 magnitúdós üstökösöket képesek megfigyelni, hogy el lehet képzelni, hogy olyan helyzetben plusz 6, plusz 7 magnitúdós, ahol az Ikei-Seki mínusz 15 volt. Tehát 100-110 millió, tehát 100 milliószor halványabb ugyanabban a helyzetben, mint az Ikei-Seki. Tehát rendkívül nagy vertikumban mozognak, figyelj, ez is egy ilyen kis napsoroló üstökös, itt van a nap. Tehát egészen picike kis darabkák látszanak, 500-dik, ez a 900-dik Soho üstökös, hát fantasztikus, tehát micsoda égitest. De ilyen nagyon pici, apró égitestek, és bizony van, amikor nem csak egy jön, hanem jön egy fényesebb, és itt jön egy kis leszakadt darab, egyszerre mennek egymás mellett. Ezek a nemrég szétszakadt töredékek. Van, amikor ilyen ikerpárba jön két szép nagy remény, amit lejátsza. Igen, jönnek. Szépen elfoszlanak. A napkitörés az nem amiatt van. Bár mind a mai napig folyik erről a vita. Lejátszunk össze. Mind a kettő szépen elpáralag. Szóval van egy ilyen folyamatos... Jaj. Áramlat. Nem mondtam igazat. Tudtam, hogy nem mondok igazat. Ugyanis a 2000-ből egyetlen egyet mégiscsak meg tudtak figyelni a Föld felszínéről. Ugyanis 2008. augusztus 1-én volt egy teljes napfogyatkozás, amikor éppen egy ilyen törpe napsoroló üstökös elérte, közeledett a naphoz, és egészen hihetetlen elképesztő, hogy hova fejlődik a digitális technika, ezt az üstököst sikerült a napfogyatkozás alatt lefotózni. Ugye az látható erről a képről, hogy aki csinálta, az azért eléggé ért a fotózáshoz. Tehát látszik a hamiszürke fény, közben a koronában olyan szerkezet, hogy valami elképesztő, csillagok látszanak a felvételen, ugye ez napja van, a napfogyatkozás nappal készült, 8,3 magnitúdós csillag látszik a felvételen, amit nappal csináltak a Föld felszínéről, sőt ez 9 magnitúdós, tehát képzeld, hogy micsoda képfeldolgozás, hogy mit eredményez a digitális technika, és itt ez a Soho üstökös, ez itt ebben a néhány percben szintén látszott, de hát nyilván ugye ez teljesen egyébként, hogy szabad szemmel ez nem, hát ez nem az, mint az egyiptomi 1882-es, hogy húvott csodálkoztak a csillagászok, ez egy picike törpe, ez az egyetlen egy, amit a napfogyatkozásnak köszönhetően eddig sikerült lefotózni. Na de jöttek ugye az elmúlt 16 éve záporoznak a szóüstökösök, nagy részüket amatőr csillagászokat fedezték föl, egyet Magyarországról, Ábrahám Tamás nevű amatőr csillagász fedezett föl 2008-ban, viszont 2010-ben, tehát a tavalyi évben elkezdtek jönni fényesebb napsúrolók. Ezek sem látszanak a Föld felszínről, de ugye lehet látni, hogy ezek már nem azok a kis picike lehelletek, hanem ez már egy igen komoly porcsóva, ioncsóva, lehet figyelni, elkezdtek jönni a fényesebb üstökösök, és bizony már 2010-ben lehetett olvasni, hogy ez azt jelentheti, hogy ugye nő egyre több és egyre nagyobb fragmentumok érkeznek, hogy sűrűsödik az az áramlat, valami nagy fragmentum várható, és talán szerencsénk lesz egy új üstököshöz. Például tavaly december 17-én és 18-án egyetlen nap alatt 8 darab ilyen törpe napsúroló ért el a napot, tehát emelkedik a számuk, és bizony ez a tendencia folytatódott 2011. október 1-én is, egy rendkívüli fényességű, ez nagyon erősnek számít, napsoroló üstökös közelítette meg a napot. Tehát itt van a fejed, mégis a legfényesebb részeit hátul, egészen furcsán néz ki, tehát biztos, hogy ez egy nagyon nagy darab volt. És ilyen fényes üstökösöket, nagyon furcsa volt, hogy az 1978-80-as évek elején ez a katonai műhold, az ilyen elég fényeseket látott. És aztán a Solar Maximum Mission, meg a Soho,
halványakat, nem tűntek olyan fényesnek, és most ezek megint fényesebbnek, tehát minden jel arra volt, hogy jön egy nagyobb darab, és lám-lám milyen szépen működik a tudomány, milyen szépen működik a világegyetem, valóban itt van a nagyobb fragmentum, ténylegesen ezek az, hogy megnövekedett a kicsiknek a száma, meg egyre fényesebbek lettek, arra utalt, hogy jön még egy nagyobb darab is tökös, amelyik elkezdett a november 27-i felfedezése után azért szép ütemesen fényesedni. December 6-8-10-én egy Argentínában tájtott távcsővel készültek ezek a képek, immár a Lovejoy üstökösről szépen lehet látni, hogy néhány nap alatt milyen drámai változások, mennyi, hogy emelkedik az aktivitás. Ugye itt az üstökös már a Vénusz és a Merkur pályája között jár rendkívüli forróságba, nap-nap után 10 millió kilométerrel kell közelebb a naphoz, tehát rendkívül gyorsan emelkedik a hőmérséklet, nagyon erősen növekszik az aktivitás. Itt ugye a napközelség környékén egy-két nap alatt ilyen 10 magnitúdós fényesedések játszódnak le, csak hát ez az üstökös, ez elég halvány stádiumból indult. Most nyilván az elmúlt két hétben napi 100 levél érkezik a különböző levelező listákról, hogy milyen fényes is lesz ez az üstökös, Magyarországon is, külföldön is ezt vitatják. Nehéz megmondani, ugye ilyen körülmények között nem tudjuk, hogy hogy változik egy ilyen üstökös, ez fújmenőzés, és már nem akarok olvasni, nem tudjuk, hogy hogy változik, úgyhogy azt tehetjük, hogy jelen pillanatban már nem látszik, most már 10 foknál is közelebb van a naphoz, a Földről már nem lehet lefotózni, úgyhogy az űrszondáinkra a most már repülő, de rossz ez, most már repülő sztereó űrszondára hagyatkozunk. December 11-én megjelent a képen, itt látható az üstökös szép hosszú csóvával, itt a csillagok is be vannak jelölve, hát itt még olyan 7-8 magnitúdos, nem túl fényeske, ugye ebben a helyzetben az Ikea-Szeki, vagy az 1882-es üstökös, mely a -1, -2 magnitúdos volt. Tehát 10.000-szer fényesebb. Tehát ez valami, hogy a törpe és a nagyok között van valahol félúton, olyasmi lehet, mint az 1945-ös De Thoa üstökös. És megjelentek az első animációk is, szintén a sztereó nap megfigyelő szonda a szélesebb területet lát, mint a Soho. A Soho-nak a képeire majd csak holnap megy rá az üstökös. Lát, és nagyon szépen animációk készültek 11-én, és hogy szerencse is kell az érdekes előadáshoz, ezt az animációt legfrissebb, elmegy, ez még mindig csak tegnapi, ezt egy órával az előadás kezdet előtt töltötték fel a honlapra, fickósodik, az látszik, szépen gyakorlatilag a csóva úgy növeli a hosszát, ahogy az üstökös jön be a képbe, és figyeljük a magját, fényesedik az rendesen. Hát nagyon, nagyon szépen fényesedik, és a csóva gyakorlatilag hullámzik a napszélben, és még nézi, lobog. Az üstökös csóvák lobognak a napszélben. Ezt is az üstökösök osztódásra szaporodnak, és csóválják a csóvájukat, lobog a szélben, és több leszakadási, ugye, hogy átmennek a napszélnek a mágneses szektorhatárain, leszakad az üstökösnek a csóvája, és ilyen leszakadások is megfigyeltek, és még csak 12-i képek, még 4 napig közeledik a naphoz, a távolsága a mostani 30 millió kilométerről 120 ezerre csökken. Tehát még 300-ad részére fog csökkenni. Nehéz, én úgy tippelem, hogy a -5, -6 magnitúdó körül lesz a maximális fényessége. Ez azt jelenti, hogy valószínűleg távcsővel megfigyelhető lesz a nappali égen. Sajnos nem számunkra, mert azt jelenti, hogy mire a nap fölkel, és eltelik körülbelül 6-8 óra a napközelségtől eltekintve, a -6, -8 magnitúdós üstökös már csak nulla, és már nem fogjuk észrevenni a nap mellett a nappali égen. Tehát ezt majd meglátjuk, hogy a csendes óceán térségébe élő megfigyelők hogy fogják látni. Én arra gondoltam, hogy becsülhetnénk fényességet az üstökösre. Észleljünk. Ha már borult az idő, akkor észleljünk. Ja igen, van még nekem egy rajzom. Ugye a következő fog történni, ez lesz az üstökösnek a mozgása 15-e és 17-e között. Ugye itt len vagyunk délen, a Sagittarius csillagkép, szépen gömbhalmazok, hát nyilván ezekből semmi se látszik, és itt látható az ív, ahogy egy nap alatt megkerüli a napot, ez itt 1 fok.
ugye hát nyilván a nap az fél fok átmérőjű, lehet látni ugye, hogy hát mozog az üstök, és szépen följön éjszakra, és le, ugye följön ugye éjszak fel, és lemegy délre. Na most, hogyha elindítom, tudom én ezt indítani, van nekem egen. Ja, hogy ilyenkor a... Ó, de kár. Ah! Itt van. No. Mikor készült ez? 12-én, ugye ilyen 21-23 óra UT környékén. Hibigyibigyi. Valakinek van kérdése, akkor most tegyebb. Tehát ez is délről jön. Igen, ez is délről jön, hogy Ausztráliában fedezték fel, és sajnos csak a déli féldekéről lehet látni. Beállítjuk fönt. Említetted azt, hogy ez egy ilyen hatalmas szenzáció, hogy 41 év után újra fogunk készlelni. De most itt a utolsó pillanatokban elmondottak alapján, ez azért nem lesz olyan látványos. Igen, tehát egyelőre annak örülünk, hogy találtunk egy ilyet a föld felszínéről, meg annak örülünk, hogy növekszik a mérete. Tehát itt abban van a poén, hogy láthatjuk, meg abban van a poén, hogy jött egy nagyobb fragmentum. És ugye ez a korábbi két löketnél, ez mindig úgy játszódott le, úgy tűnik, hogy jöttek kicsik egyre nagyobbak, és most mindenki lélegzett visszafogyva reménykedik, hogy mi lesz a következő 10 évben. Hát ha megint jön egy nagy fragmentum. Szokatlan elnevezéssel kapcsolatban van valami információ, vagy... Hogy? Hát, hogy ez a lárcsa, ez annyira nem illik az egyéb csillagász fogalmakhoz szerint. Hát nem, így hívják az embert, aki felfedezte, a pasasnak a neve. Ez a neve? Igen. Ő most igen. Igen, oda volt írva, hogy valamit tudom. Így, ebben az ívben. Tehát ez itt a nap, ez azt szemlélteti, és innen halad föl, és szépen le. Ez néhány fokra van a naptól. Ez nagyon... Hát itt, nem, hát, de tudjuk, hát megy le, lemegy sajnos a déli égre ez az üstökös. Egyetlen egy esélyünk van az üstökös megfigyelésére, 16-án hajnal. Amennyiben tényleg eléri -6-8 magnitúdot, és legfőképpen növesztene egy ilyen hosszú, 10-20 fok hosszú csóvát, akkor ilyen helyzetben láthatjuk 16-án reggel 7 óra 20 perckor. Ez itt a horizont, ez itt a nap, fél fokkal a horizont alatt, gyakorlatilag nappal van, világos, és akkor emelkedik fel az üstökös a horizont fölé. De ha itt ideáig ér egy 20 fokos csóva, akkor hogyha ezt az egészet lejjebb visszük, akkor elvben lehet esélyünk arra, mint a régieknek, hogy 16-án hajnalban még a pirkadatban látunk egy üstökös csóvát, egy kis fénydurungot fölemelkedni a horizont fölé. És mindenki ebben reménykedik. Valamiféle expedíciókat próbálunk szervezni. Talán épp két front között is leszünk. Ez melyik most még nehéz. Hát ez kell, nyilván, hát hol a nap van? Délkelet. Nappal együtt. Délkelet, nyilván, hogy a nappal együtt jön. Mert ekkor néhány órával lesz a nap közelsége után, már eltávolodik ugyan a naptól, de hát még mindig egy-két fokos közelségben van. Ugye az óránkénti lépés köz, valahol itt lesz egy fokra a naptól, vagy másfélre, de mégis kicsit fölöttük, ugye mivel kanyarodik lefele délre, errefele megy, egy nappal későbbi hajnal, tehát 17-i hajnal már esélyünk sincs, mert a nap már előbb fölkel, különösen befordul az üstök, és a csóvája már a horizontot, tehát nem is nyúlik fel a horizont fölé. Tehát egyetlen egy esélyünk lesz. Én szkeptikus vagyok, bár én mindig az vagyok, szerintem túl kicsi ez az üstökös sajnos, nem elég nagy ahhoz, hogy ilyen nagy csóvát növesztem, de ne legyen igaza. Én leszek a legboldogabb, mondani szoktam, hogy hogyha nem lesz igazam. Kíváncsi vagyok arra, hogy én arra számítok, hogy most jön ez az üstökös, de a következő napokban, vagy az üstökös körül, én arra számítok, hogy most kéne lenni egy törmelék felhőnek. Tehát ez lesz valami fényes, de ott körülötte ilyen picikből látni kéne néhány tucatot, hogyha stimmelnek az elképzelések. Ugye a törmelék felhő, ez
érzékelhető, a legutolsó adatok azok 11-dik, tehát két nappal ezelőtt, egy nap alatt, ha jól emlékszem, 4 törpe napsugarat találtak a nap mellett. És van egy ilyen honlap, ahol online teszik föl, hát végül is meg is nézzük, tehát hogy megy ez. Tehát bárki itt közülünk bekapcsolódhat napsoroló üstökösök keresésébe, csak úgy szólok, akinek esetleg vannak ilyen tervei, ugyanis nézzük meg, milyen egyáltalán most az állapota. Késen tudtatok rá tápcsőidőt fordítani, vagy nem lehet a programot csinálni? Tehát délről jön, tehát Ausztráliából látszik. De hogy most meg ezt a hajnali időszakot? Délfel. Tehát, mert az az egyetlen egy hely az országban, ahol elég magasan van ahhoz. Tehát az üstökös, tehát a csóva fog látszani, az üstökös az a nappal együtt jön föl. Azt lehet tudni, hogy a csóva mennyi idő alatt fordul be, vagy ott a kanyarokhoz. Ha láttunk már volna ilyen üstököst, most fogjuk ezt megtanulni, hogy működik igazából. Tehát azért is érdekes. Ha jól nézem, ez 17 óra 18, ez 18 óra 18-kor készült kép a sztereóval, így néz ki most. Ez itt már a napkorona, itt fénylik, és itt van az üstökösnek a feje, szépen ki van már fényesedve, és itt jön ki az üstökösnek a csóvája. Le tudunk tölteni, tehát ez teljesen ugye online, ezeket a képeket fölteszik, tehát ezek most órákba készülnek, tehát lehet nézni szépen, itt rámézem egy honlapra, beállítja a paramétereket. Mennyire kellene délre utaznunk, hogy egy icipicit mellássunk, vagy egy icipicit valószínűleg? Hát én mikor ezt felfedezték utána, én elkezdtem a dél-afrikai meg namibiai repülőjegyek után érdeklődni. Egyébként ez szerencsétlen helyzet, mert hogyha féltek, akkor közben mondtam, hogy ilyen Kaliforniából készült felvételek, meg ott Párizs fölött látszik. Tehát vannak az évnek olyan szakaszai, amikor úgy fordul a pályahelyzet, hogy vannak a napközelség után több nap, amikor az északi féltekéről is látszik. Tehát nem olyan rossz a helyzet. Ez a december, ez persze pont a legrosszabb. Ilyenkor pont olyan pályahelyzetben vagyunk, hogy ő azonnal eltűnik délfelé, de nem feltétlenül ilyen rossz a helyzet. Itt jön szépen az üstökös, és hát fényesedik ez rendesen az elmúlt egy napba. Ugye lehet látni, el is húzódik a... és még van. Szóval a következő napok, a hírek.csillagászat.hu-t tessék figyelni, naponta, vagy most két nap múlva, vagy a nap erőjön körül biztos, hogy fogok még friss híreket föltenni, mert ez nagyon szépen, ennél sokkal ezek teljesen nyers képek, ugye ha ezeket feldolgozzák, ezeket a nyers képeket... Kérdés, de a méretéről annyit lehet tudni, hogy ez nem fog szertefoszlani? Lehet, de elképzelhető. Ez is benne van a pakliba, hogy nem az, hogy mínusz 5, mínusz 7 lesz, hanem szétfoszlik. Nem láttunk még. Nem olyan nagy, és akkor lehet, hogy ez... Igen, de ezt is mindent most fogunk megtanulni, tehát azért is érdekes, hogy mi fog történni. Ez tényleg egy ilyen misztikus. Miközben mindezt páhajból figyelhetjük, hiszen óránként jönnek le online az interneten a napkutató szondák képei, tehát tök jó. Végül is legyen már valami hasznos dolog is az internetben. És most látjuk, és lehet, hogy szét fog foszlani, akkor az lesz az érdekes információ. Ha meg látszani fog szabad szemmel, akkor az lesz a tök jó információ. És jelentem, hogy zajlik, hogy vannak a kisebb darabok esetleg körülötte. Szóval nagyon izgalmas, érdekes. 20 év, 30 éve erre várunk, hogy jöjjön már egy ilyen úgymond közepes fényeségű üstökös. Tehát feldolgozva ilyen szép képeket lehet majd csinálni ezekből az eléggé hát csúnyácska nyers képekből. Tehát így gyönyörű felvételek lesznek a következő napokban. Egész biztosak lehetünk lenne. És ez itt egyébként egy ilyen napsuroló üstökös kereső honlap. Itt gyakorlatilag le van írva, hogy lehet ezeken üstököst keresni, mik a buktatók, kozmikus sugarak, hogy kell beküldeni, itt van egy formátum, hogy kell, tehát ez bárki átnézi, kicsit tud angolul, és online tölti le, még itt azt is megadják, hogy a különböző években, hogy 2011, hogy mi látszik, ugye, hogy milyen dátumban Szaturnusz megy át a látom, ezen a Merkur, hogy ne csapja be a kezdőket. Ez itt például egyébként a Merkur, és annak a ilyen szaturáló menekül az üstökös elől, de majd szépen hát keresztezni fogja. És akkor itt vannak recent reports. Itt a legutóbbi bejegyzés, hát az ma dél körül történt. Itt a Simon Livó, mivel hogy lengyel,
írt egy közleményt, hogy ezeken a 13-án, sőt nem is lehet, hogy nem is 13, hanem ez 12-én, ezeken a készült szófelvételek, ezeken a pixel koordinátákon látszik egy üstökös. És valószínűleg egy ilyen karácsony. És akkor itt mindenki rálép, itt regisztrálja magát, és akkor lehet küldeni a pozíciókat, így töltik le, hogy jelenek óránként, sőt, hát itt lehet látni, hogy gyakorlatilag 12 percenként jönnek le friss képek, ezeket letöltik, kis szoftverekkel processzelik, animációba összerakják, az amatőrcsek azok, hogy ezzel foglalkoznak, és ott nézik, keresik ezeket a kis mászkákat, ezeket bárki megteheti, és ha nem is róla nevezik el ezt az üstökös, mert ezek Soho üstökösök lesznek, tehát a szondáról nevezik el, mégiscsak azon az oldalon a több anyagi befektetés. Vannak olyan amatőrcsillagászok, azok, akik 200-hoz közelítő számú napsoló üstököst találtak az elmúlt 16 évben. Bózú, hát persze kínaiak, azok itt is nyomulnak. Lengyelek, húasul, ezek mind kínaiak. És lehet látni, hogy ezek mind 13-ai jelentések, és azt is lehet látni, hogy itt több napsoló üstökösről van szó. Ezt nem tudom kibogozni, és akkor... Introduction is van. Szóval mindent, egy ilyen kis klassz kis közösség, és talán az az oldal még, igen, ugye borzalmas táblázat, ez szörnyűséges, tehát én is meg vagyok rémülve. Az látszik rajta, hogy egyrészt nő az üstökösöknek a száma. Tehát ez az éves bontás, ez itt egy év, 24, 53, 56, és itt felugrott az elmúlt 16 évben, ilyen 120 körül állandósult, mondjuk 2004 óta. Viszont ez a 2010, tehát itt sajnos leálltak ennek a honlapnak a fejlesztésével, ez azt jelenti, hogy júniusig van meg. És júniusig volt tavaly 76, a napsoló üstöki a Soho képein, ugye azt, ha megduplázunk, a 150. A korábbi 120-akhoz képest. Tehát itt 2010-ben megint volt egy növekedés, tehát valami történik a napsoló üstökösök között. Hát gyakorlatilag előre várható volt, hogy lesz ilyen nagy üstökös, de szóval ez mindig jó szembesülni, hogy ilyen klasszul mennek a dolgok. Hát körülbelül nagyjából én kifogytam a mondandómból. Ha van kérdés még, de nyugodtan látom, hogy nem mindenhol voltam teljesen értelmezhető, nyugodtan kérdezzenek, ha beszélgethetünk is. Azt csak később csinálnod? Ugye ez nehéz. A sztereón, ugye SMM Soho még mindig megy, de már repül a sztereó, és egyébként a sztereó szondának a felvételeit látjuk, ezek azok. Ezen úgy tudom, hogy vannak különböző szűrők, amivel meg lehetett. Ezek olyan spektrográf nincsen, de nagyon különböző szűrőkkel lehet olyan anyagösszetételi vizsgálatokat csinálni ezeknél az üstökösöknél. De megmondom, nem vagyok benne otthon, de hát ezekből, meg a korábbi nagy napsoloknak a vizsgálatából látszik, hogy itt nem gázoknak a vonalai jelennek meg, hanem itt elpárolgó kőzetnek a színkép vonalai látszik. Hát ezt most megmondom, hogy nem tudom megmondani. Elvben kell lenni, de ez egy nagyon, nagyon érdekes kérdés, mik vannak benne. Viszont, ha tényleg jön a következő években a nagy napsuroló, úgy vélem, hogy azt meg fogják látni, tehát amatőr csillagászok a déli féltekén meg fogják találni. Ugye ezek nagyjából ugyanolyan pályán jönnek. Tehát ugye ki lehet számolni az égen egy sávot, ahol föltűnhetnek. Ugye fiktíven mondjuk léptetem a perihélium időpontot, mostantól számítva mondjuk 2 hónappal ezelőtt, ezt szépen egy naponként visszaléptetem, és úgy megnézem, hogy ma este hol kéne lenni egy fiktív üstökösnek. Ez ki fog rajzolni egy sávot az égen. És tudva levő, hogy vannak olyan amatőr csillagászok a déli féltekén, akik direkt ezt a sávot figyelik, hiszen ugye ezt milyen tök jó, ha üstököst akarok felfedezni, ugye azt hol van az égen. De itt van egy olyan áramlat, ahol előbb-utóbb jönni fog egy üstökös biztosan, tutira, tehát lehet üstököst felfedezni. Hogyha lenne egy délen egy automata távcsőm, egy olyan 40 centis Ausztráliában, nem kéne olyan nagy, biztos, hogy minden hajnalban ezt a tartományt figyelném a következő években. Hát ez egy nagyon, nagyon nagy lehetőség, és nagyon, nagyon szép a tudománynak a működését, meg a kerekségét mutatja az, hogy ahogy ezeket az üstökösket felfedezzük és kutatjuk.
van az egyetlen egy csúnya dolog az egészben, ez a déli elhelyezkedés, hogy hát tőlünk csak maximum néhány napig látszódnak. Szóval, ha idejében föl fogjuk fedezni a következő nagy napsugarat, és egy hónap alatt lehet szerezni repjegyet Dél-Afrikába. Tehát szerintem megéri. Hát ha ennyire nem tudják. De mintha olyan lenne az emlékezetnél, vagy hallottam olyat, hogy napfogyatkozás expedíciónál lefoglalt szállás volt, mikor odaérkeztél, és akkor már tudta a tulaj, hogy két nap a napfogyatkozás lesz, akkor hirtelen kétszer annyit kért a szállásért, hát ilyenről, mint ha már... A teleszkóban nagyon nyomják a jövőjű ausztrál túrát. Az ausztrál túrákat, hát igen már. Sajnos az amerikai bérekhez szabadtáron. Hát, igen, el kell menni. Ezért is hát talán Dél-Afrika az nem annyira drága, nyilván dél egyenesen lefelé az már legközelebb. De egyébként, ha kedvez időszakban jön, lehet, hogy egy Szicília vagy Ciprus, vagy Görögország déli része is elég lehet, ahova autóval le lehet érni egy-két nap alatt. Van rá esély, az életünkben látunk egy ilyen gyönyörűséget, egy ilyen hatalmas fénydorongot az égen. Nekünk a nyári hónapok kedveznének, ugye? Március, nem ez a párizsi, az azért március volt. Tehát most így ebből kiindulva, amit most csak így tippelek, a március lehet, tehát ez a tavaszi, egy ilyen tavaszi perihélium lenne, hogy gyakorlatilag igen, mert a 82-es a szeptember-októberbe arról nincsenek nagyon északi féltekés. Gyakorlatilag ez a tavaszi időszak, talán ez az egyetlen, amikor kicsit néhány napig nekünk is lett. Már nem az Ikea-szeki, nem, meg az ősz is jó. Az Ikea-szeki, ugye ez is ilyen kaliforniai képek vannak, és az októberben volt a nap közelsége. Tehát gyanítom, hogy valahogy úgy állhat a pálya, hogy a tavasz meg az ősz jó, és szerintem a nyár meg a tél lehet rossz, hogy így hogy a földdel keringünk, és akkor látjuk a különböző aspektusból. Köszönöm. Igen? Láttam, hogy megvan ez a pálya valami programban. Azt lehet tudni, hogy ez a pálya mekkora, hol a másik vége. Nyilván azt nem látjuk, ott is esetleg egy napot kerülnek ezek meg, vagy... Nem, ezek a nap, abszolút a naprendszerben laknak ezek az üstökösök, de több száz év a keringési idejük. Ezt a nagyokból tudjuk, 500, 600, 900, ilyesmi keringési idők jönnek ki. Ennek nem tudjuk, de ez azért van, mert nagyon kevés ideje látszik. Tehát ahhoz, hogy ilyen több száz éves periódus meg tudjunk mondani, ugye nyilván a pályaívből legalább néhány hónapot kell. Tehát csak ezeknek a nagyon-nagyoknak, amit hónapokig látszottak, azoknak tudjuk a pontos pályát. Az erre utal, logikusan gondoljuk, hogy ezek a kicsik is ilyen néhány százszon járnak. Hát a naptávolban néhány száz csillagászti egység, tehát mondjuk a Plutó távolságon azért bőven túl, de nem olyan vészes, mondom, tehát olyan üstökösök, amelyek százezer évek alatt kerülik meg a napot, azok is még a naprendszerhez tartoznak bőségesen. Tehát tulajdonképpen ez csillagászti értelemben véve, ez a néhány száz év, ez tök rövidnek számít egyébként. Tehát ebből is látszik, hogy ez egy régi üstökös család, mert a különböző perturbációk már lerövidítették a periódust. Tehát biztos, hogy ez is több tízezer vagy százezer éves keringési periódussal kezdte az útját. Nagyon érdekes egyébként, olvastam most egy ilyet, hogy a Hale-Bopp üstökös, ami ugye 1997-ben járt itt, és jelen pillanatban egy csillagászti egység a nap közelpont távolsága. Tehát még nagyon messze van attól, hogy napsuroló legyen, de például most is néhány ezer évvel lecsökkent a keringés ideje a Jupiter hatására. Tehát ezek úgy fejlődnek ezek az üstökösök, meg egyébként a kisbolygópályák is, hogy hosszú távon, nagyon sok keringés alatt a nap közelpont közeledik a naphoz. Tehát azt feltételezik, hogy hát sajnos ilyen százezer vagy néhány millió éves időskálán a Hale-Bopp-nak is, ahogy most azt hiszem olyan 2500 év a keringés ideje, tehát akkor fog visszajönni, 2500, ahogy jön vissza, mindig közelebb és közelebb kerül, és a Hale-Bopp-nak is van olyan megoldása az elkövetkezendő mozgásának a dinamikájára, hogy az is egy ilyen napsuróról lesz, és akkor hát abból megint kialakulhat egy ilyen nagy üstökös család. De hát ezek persze már ilyen emberi léptékeken túlmutató dolgok, de hát szerencsére most is van egy ilyen. Ugye 1106, sőt azt feltételezik, hogy van egy nagyon érdekes, talán Arisztotelész és egy Eforus nevű görög történetíró, időszámítás előtt 381-ben,
azt hiszem valahogy, de valahogy így, ott azon a környéken szintén láttak egy olyan üstököst, ami látszott ketté válni, és azt feltételezik, hogy esetleg ez az egyen még korábbi, tehát az 1106-ot megelőző napközelség volt, amikor szétdarabolódtak. Volt nekem itt egy hierarchikus ábrám, az teljesen eltűnt. Ja nem, az itt van. Van egy ilyen... Hát ez meghalt. Nem mutatja meg ezt a... Pége? Van egy ilyen csúnya ábrám, ez egy ilyen vélhető hierarchia, hogy alakulhatott ki. Én sem nagyon tudom értelmezni. De az a lényeg, hogy itt jelzik egy mínusz 326, hogy itt szakadhatott szét az üstök, és ez lett, amit a görögök leírtak, szétment két fragmentumra, abból az egyik térhetett vissza az 1106-os, azt látták szétoszlani, az lett a 82-es meg az Ikeja-szeki, meg még a 45-ben, 70-ben megfigyelt ki, tehát nagyon jó, sokféle ilyen tök jó ábrákat föl lehet rajzolni, be lehet rögni folyóiratba, lehet publikálni, és jönnek rá hivatkozások, tök jó. Hát, hogy mennyi a valóság tartalma, azt nem tudom, de úgy nagyjából látszik meg, hát egyáltalán abból, hogy látjuk, hogy darabolódnak ezek az üstökösök, hogy ez így születik, hát nyilván majd egy idő után el fog tűnni ez az áramlat, mert mindegyik egy napközelben kisebb lesz, tehát egyszer majd elfogy ez az üstökös család, hosszú idő nem lesz, de hát majd valószínűleg lesz másik, és aztán megint másik, és megint másik, és megint másik. Így hosszú ideig. Aztán majd a napból vörös orrás lesz, akkor mi leszünk üstökösök. Jó, köszönöm szépen akkor a figyelmet. Köszönöm.